Kimaradtak, ez nyilván a befejezések számára, rossz befejezések számára írandó, illetve hát szerencsése volt velünk, tehát egyszerűen hihetetlen volt, hogy milyen helyzetek kecsikerült elpuskázunk, illetve rossz, nem felénk pattantak, hanem a kabufáról kifele minden jött. Hát ez olyan meccs volt, hogy szokták mondani, hogy egy hétig játszunk, akkor se lövünk gólt. Lejátékban úgy érzem, hogy magasan meg tudtuk verni a kisteleket, de hát ez nem erről szól ez a játék, hanem a gólokról. Én úgy gondolom, hogy a csapat megtett mindent. Igazán nem tudok kiemelni senkit se, illetve gyenge teljesítményt sem tudok nyújtani. Úgy, mint csapat, még egyszer mondom, jól játszott a csapat. Egy valami hiányzott a játék, se a gól, se a gólok, azok elmaradtak. Ez a mérkőzés, ez lehetett volna akár 5-0 is, és akkor sem szólt a kisterek semmit, se úgy érzem. Egyetlen egy kontrájuk volt az egész mérkőzésen, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg nagyon játszott csapat. Az nagyon ritka, hogy el tudunk érni egy ellenfél ellen, egy támadásuk van, amire azt mondom, hogy hú, ezt nem is. Úgy gondolom, hogy a bajnok aspiráns otthonában pontot szerezni az bármelyik csapatnak dicsőség lehet ebbe a bajnokságban, az idejébe. Én ezt nagyon értékes pontnak találom ezt a mait, mert úgy gondolom, hogy 0-0 és 0 között is van különbség. Ugye múlt héten is játszottunk egy 0-0-át, ahol szomorkodtam. A Csongrád ellen most is egy idegenben értünk el egy 0-0-át, ami kapott gól szempontjából nagyon jó, de 0, de viszont a 5 gól száma az kicsit kevesebb, mert úgy gondolom megvoltak a helyzeteink ugyanúgy, mint az a hazaiaknak, és ami a legfontosabb, hogy nem tükrözte szerintem a helyezésünk azt, hogy mi a tizedikek vagyunk most épp a meccs előtt, ők meg a másik, vagy első, nem tudom most ezek a pontok hogy állnak. Szerintem nem volt ekkora különbség a két csapat között, úgy gondolom a mai napon. Egyet kellett volna csak berúgni, úgy gondolom, és akkor az kitartott volna, vagy nem tartott volna ki, azt nem tudom, de az biztos, hogy más lett volna a játékképe a másik fődőbe. De még egyszer mondom, örülök ennek az egy pontnak, mert ebben a mai helyzetünkben, a csapat, ami a helyzetben van, sok a fiatal, sok az újonc, alakuló fél vagyunk, ez nekik is csak evőtök tanul meríthetnek, úgy gondolom.